Sziasztok! Hogyan kezdődött, mikor kezdtétek építgetni az udvart, a kertet? 23 évvel ezelőtt, amikor ide költöztünk, ez egy tipikus kis aprócska parasztházikó volt, nyitott ganggal, istálóval, ahol még a jászol is bent volt, az istálóból lett később a gyerekszoba és a fürdőszoba, és mindig picit-picit építgettünk hozzá, átalakítottuk a saját ízlésünk szerint, ahogy időnk és anyagi helyzetünk engedte. A kertért és az udvarért főleg a Attila felelős, én csak szeretem a szép virágokat. Időnként megöntözöm, ennyi az én feladatom. És mondom, hogy hová ütesse az új szerzeményét, amit vajdasági turnéja és útja során szerez. Ő valahol lát valamit, akkor megáll és bemegy és kér. Ezek szerint nem szoktatok így utána nézni annak, hogy ez milyen típusú növény, milyen fényt vagy árnyékot követel, vagy milyen gondozás? Ritkán. Ilyet ne kérdezz, lebukunk. Nem tudom, hogy melyik virágot hogy hívják. Azt ott, tudom, hogy az ott egy futó rózsa, meg harangvirág, meg muskátli, meg lilaakác, de én azt hiszem, hogy tehát nem a végletek felé mentünk, tehát nem akarjuk körönvágó ollóval szépre nyírni a füvet, hogy az ideálisan nézzen ki. Azt se akarjuk tudni, hogy a latin neve micsoda, hanem így, ahogy a Livi mondja, hogy ha szereztem egy virágot és kitaláltuk a helyét, akkor megpróbáljuk neki fölkínálni, és ha ott jól érzi magát, akkor itt marad velünk. Mindketten színészek vagytok, és hát tudjuk, hogy rengeteget dolgoztok. Amikor próba van, akkor reggeltől estig bent kell lenni, és általában próba van. És hát esetleg még nyáron lehetne pihenni, de hát mondjuk Attila esetében még ez sem mondható el, mert anyaszínházban nyáron. Akkor miért érdemes egyáltalán mégiscsak csinálni erre a kevés szabadidőre, ami marad? Nem lenne érdemesebb valami mással tölteni a szabadidőt, valami de filmeket nézni? Az is van, hát filmet kell este nézni, reggel fel kell kelni, itt a kert vége temető, gyümölcsös, énekes madarak, és onnan kezdődik a nap, és még le nem nyugszik. Az ember egy picit föltöltődik, és kell egy otthon, kell egy biztonságos hely, ahová mindig hazatérhet. Amíg az ember fiatal lakik sok helyen, albérletbe, városból városba költözik, egyik helyről a másikra, de mindig jó érzés az, amikor az ember hazamegy. Ugye sokáig ez a szülői ház, amikor hazamegy. És én is úgy éreztem, hogy nekem is kell egy ilyen otthon teremteni a gyerekeimnek, ahol jól érzik magukat, és ahová mindig hazajöhetnek. Nincs dátum és időpont. Tehát itt az udvarban nagyon sok mindent, tehát én szeretek a fával foglalkozni, meg faragni, meg a növények, meg, tehát én imádok barkácsolgatni. De nem vagyok időhöz kötve. Nekem nem 10-kor kezdődik, vagy 7-kor kezdődik, és nem tudom mikor fejeződik, és 7-én van. Hanem hogyha a malteros kanálra ráuntam, akkor lerakom, és majd fölveszem a jövő héten, és folytatom. A magad ura vagy. Kiülök a diófalá, egy kávé vagy egy söröcske, néha szokta nézni, hogy mit csinálsz? Mondom, semmit, ülök, azt nézgelődök, hogy mit fogok legközelebb arrébb rakni, vagy kicsit javítani, vagy módosítani rajta. A művészethez mindenek felett kreativitás kell. Magyar Attila nem csak a színpadon kreatív, az udvar díszéül szolgáló tárgyakat is mind maga készítette vagy restaurálta. Sok barkácsolás jár ugye ezzel, meg a szereted is csinálni, ezt tanultad valakitől, vagy honnan ez az ehhez szükséges képességet honnan sajátítottad? Én nem tudom, ha nem értek a horoszkópokhoz, iker vagyok, és azt szokták mondani, hogy az ikrek azok sokszínűek, de közben fölszínesek, de sokrétűek. Én nyitott szemmel járok, vagyis úgy gondolom, hogy az ember a szivacs módjára működik. Tehát én magamba szívom az életet magam körül, és egyszerű családból származom, nagyapám is földműves volt, édesapám vízvezetékszerelő, anyukám varrónő. Ellopom a mesterektől, jó értelemben ellopom a mesterektől a tudást, a szakmát, és ezzel több leszek. Nem biztos, hogy az tökéletes, ahogy én kifaragok egy fát, vagy ahogy
az öreg cseréppel bánok, vagy a növényekkel, ahogy bánok, biztos, hogy nem tökéletes, mert nem ilyen iskolába jártam. És ez szerintem bárkire vonatkozik, hogy ha valamit szeret, valami érdekli, akkor utána jár, és valahogy úgy a bőre alá bújik. És most egészen otthonosan mozgok az áramot, vagy heggeszteni, tehát hozzá nem nyúlok, mert mit tudom, nagyon itt az áram, nem tudom. Azt csinálja a mester, de az, hogy én farizsgáljak valamit, azt szívesen. A szép udvar és kert még szebb, ha együtt a család. Ritka és értékes órák ezek, amiket négyesben tölthetnek, amikor a szintén színészi pályára lépő Judit is együtt lehet kisöccsével. Az az igazság, hogy nekem nagyon-nagyon kevés szabadidőm van, és nagyon ritkán vagyok itthon, de amikor itthon vagyok, mint például most is egy néhány napot, akkor általában a semmit tevésre törekszem, és hát nagyon szeretek az öcsémmel ide kiülni, és csak nézni a semmibe, nézni a kékeget. Sokat szoktunk olvasni, a kicsi azt szereti legjobban, amikor kint vannak a kutyák, és hancúrozunk, de hát általában a pihenésre törekszünk, és minden percet igyekszünk kihasználni együtt, mert hát nekem nem sokára megindul a tanyaszínház, ők elmennek tengerre, úgyhogy nyáron ritkán fogunk találkozni. De hát ez így van, ez már néhány éve így működik, úgyhogy megszoktuk, igaz-e? Van két kutyátok is, hogy hívják őket? Hát itt komoly állatállomány van, itt van a két kutyám, a Tacskó, az a Puszi, a Tomi, pedig a Retriever. Gyertek ide, gyerek, meg melegük van szegényeknek nyárban. Elég kevés hűvös van itt nekik. Kevés, és képzeld el, hogy én halálosan félek a kutyáktól. Tényleg? Aha, és az a két kutya pedig velem nőtt fel, úgyhogy ezektől nem félek. Én egy ekkora kutyától, mint egy egér félek. De félek is kész. Bercikém, figyelj, légy szíves. Filmsztár lesz belőled. Ő pedig a fiamnak, a Máté fiamnak a macskája. Kedvenc kis állata. Csak hát elég lusták vagyunk. De igaza van, meleg van. Menjünk ide a szekérhez. Hát, hogy kijövünk ide a nyugalomba és a csöndbe, egy kis udvarba. Gyönyörű kis diófa. Hát ez a nagyapám szekere. Ezt Csontavérről származik, és hát így, ahogy az egész udvar. Csontavérről elhoztátok ide. Így van. Van. Én ezt így megmentettem a magunknak, vagy a jövőnek, vagy nem tudom. Hát van itt mindenféle. Látod, itt van egy tuskó darab, tehát én nem dobok el dolgokat. Amikor valaminek eljön a vége, akkor a vége. De addig itt így el vagyunk az udvarban, és akkor ez a diófa is itt nődögél velünk. Ez sokkal kisebb volt még 20 évnek ezelőtt, aztán most már jót lehet itt alatta hűsölni. Ezt a szekeret, ezt nagyapád még használta, tehát arra használt, amire való. Hát igen. Tehát hát ez gyerekkori emlék is. Ez még szerintem ma is üzemképes lenne, csak hát most már így nyugdíjba helyeztük, és így inkább autóval jártunk, ugye? Autóval járunk, és az udvar díszíti. És itt hátul található egy gyümölcsös kert, és itt a függőágyban még két fa közt aludni is lehet. Összegyűjtöm még a gólyat is. Tehát ettől ő az én cimborám, tehát én tőle ezt, mert én vigyázok, meg ápolgatom, ezt én itt kapom tőle, és nem dobom el. Én gyerekkoromban néztem, hogy mi a francot csinálnak az öregek, hogy összeszedik a gólyat. De hát az jó lesz a kájában melegedni a télen. És ide dobálom. És akkor már júniusban is lehet. Persze, hát ide eldobom a szemétbe, hanem majd hasznosítom. És akkor itt mindenféle kis növényeket ültetgetek, meg itt építettem ilyen kis kulipintyót ide, ami szerszámos láda. Teljesen egyedül készítetted a kaput is. Persze, persze. És ott még egy csobogó épül, öreg német régi mezei téglából. Uh-huh. Ez itt milyen növény?
Hát ez itt egy jó kérdés. Ez itt ilyen apró, pici, lila virágú növény, amit egy pár évnek ezelőtt kaptam egy ismerős hölgytől, és azt mondta, hogy vidd haza, ültesd el. Hát nem tudod, mi a neve. Nem tudom. De nagyon szép lila virág. Idén virágzott először. Itt mögöttünk a ház végében ez lila akác, ami levirágzott. Az egész ház vége tiszta lila volt. Ezt is egy pár éve ideültettem, ezt meg a kumasszonyoktól szereztem, Földvárról. Itt van, ez most nyílt ki egy kaktusz, ezt a szomszéd néni itt a ház előtt azt mondta, hogy hát ott takarítgat, meg neki útba van, hogy Magdi néni, majd én megpróbálom megmenteni. És virágzik, gyönyörű. És ez a pici palánta itt? Ez meg lila orgona, ez pedig szomorú eper. Szomorú eper. Igen. Szomorú fűszfáról hallottam. Hát igen, ez pedig szomorú eperfa. Termése is van. Így van, eperfa. És hát most egy kicsit ilyen rendetlen a sziklakertem, de hát most így fölnőtte magát, lehet, hogy kicsit ki kellene takarítani. Van itt kaktusz is, ez itt narcisz lenne? Hát valami olyasmi, igen. Ebbe most még virágzik a kaktusz. Szép sárgát. Ez a kaktusz a napot szereti, és gondolom, hogy akkor gyakran ide tűzze a nap erre. Igen. Ha már igen. Virágzik, jól igen, érzi magát. Igen. Ugye? És hát akkor semmi erőltetve nincs, tehát én nem kérdezték, hogy nem akarok benevezni egyszerre, mert Temerinben van egy ilyen, hogy a legszebb kert vagy udvar. Igen. Tudom, még nem vagyok kész. Igaz, hogy 10 éve csinálom, de még nem. Lehet ezt még fokozni. Még nem vagyok kész, majd benevezek, amikor eljön az ideje. Mert én azt nem szeretem, hogy rááldozunk 500 eurót, és akkor tele van virágban, és akkor tessék lefényképezni. Hozzánk tavasztól őszig kell jönni, és akkor hol ez nyílik ki, hol az nyílik ki, hol ez. Tehát inkább fotókkal lehet ezt, pillanatképekkel megörökíteni ezt az udvart, ebben lakni kell, hogy minden nap valami. Tehát én maximálisan, tehát az egész család, én együtt élek ezekkel a növényekkel, vagy ezzel az udvarral. És csak azt nézem, hogy mindig később kelljen kimenni a kapu, mert akkor belekeveredik a civilizációba. Ez itt így susog a biófa, ez így jó. Ez így jó.